Rendkívüli fogadóórára várták csütörtökön a magyar oktatásért aggódó tanárokat és szülőket. 6 évvel ezelőtt ugyanis Miskolcon volt az a tüntetés, amit az oktatási rendszer rendbetételéért szerveztek, és aztán mozgalommá nőtte ki magát, majd országszerte tiltakozások sora követte. A Hősök terén egy biciklit is feldaraboltak, azt szimbolizálva, hogy amit már nem lehet javítani, szét kell szedni, és újra van szükség helyette. Ezzel is utalva egy új, a jelenleginél jobb oktatási rendszerre. A Herman Otto gimnázium mellett gyülekeztek a pedagógus szakszervezetek, helyi és országos képviselői, tanárok, szülők és szimpatizánsok csütörtökön este. 6 évvel ezelőtt innen indult az a tiltakozás hullám, amelynek célja az oktatási rendszer megreformálása volt. Kék kockás, csak kapok egy Miskolcit. Csütörtökön este Szabó Zsuzsa, a pedagógus szakszervezet elnöke is feltűzte a kockás szalagot. Egyelőre a járdán vonulunk. A Hunyadi utcától a Széchenyin át a Hősök terére vonultak, csak nem 300-an, molinókkal a kezükben, gyalog és bicikliket tolva. Mindannyian, akik itt vagyunk, ugyanazt akarjuk, gyökerestől megváltoztatni azt a rendszert, amely diák és tanár ellenes egyben. 2016-ban ugyanitt Miskolcon, ezen a napon az országban elsőként emelték fel szavukat az oktatás problémái miatt a Herman Otto gimnázium tanárai. Nyílt levelet tettek közzé, amire reagálva az emberi erőforrások akkori minisztere azt mondta, a kormány az általa bevezetett változtatásokkal túltolta egy kicsit a biciklit, az ekkor meginduló országos tiltakozásokból jött létre a Tanítanék mozgalom. A nyílt levelet akkor Pilc Olivér fogalmazta meg. 2016-tól sok minden változott, de ezek döntő többségükben még tovább rontottak az oktatás helyzetén. Pilc Olivér most egy másik nyílt levelet olvasott fel, amiben arról szólt, hogy a diákok eredményei a nemzetközi mérésekben nem javulnak, súlyosbodik a tanárhiány, és a bérek rendezése is sürgetővé vált. A pedagógus szakszervezet megyei elnöke pedig a hétfői sztrájkra emlékeztette a résztvevőket. Még bennünk él a fenyegetés emléke, de még inkább él bennünk az az öröm, amit 20 000 kolléga kiállása okozott. 20 000 kolléga, aki a fenyegetések ellenére kimert állni. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének képviselője azt mondta, le a kalappal a hétfőn sztrájkolók előtt, mert szembe mertek menni az informális erőszakkal. Bért rendbe kell tenni, de nem csak a bért, hiszen 6 évvel ezelőtt is támadtuk retorikánkban, mindenben ezt a központosított rendszert, amely felszámolja az emberekben az innovációt, felszámolja az emberekben az autonómiát, és ha az autonómia nincs meg, akkor nem lesz a bátorság ahhoz, hogy ahogy itt a beszédemben is mondtam, az ostoba hatalmak ellen felmerjenek lépni az emberek. A rendkívüli fogadóórán 6 évvel ezelőtt és most is részt vett Varga Andrea alpolgármester. A város vezetése is a pedagógusok mellé állt. Most pedig itt a helye Miskolc város vezetésének is, hiszen egy olyan helyzet adódott, amit 6 évvel ezelőtt még nem gondoltunk volna. Soha nem gondoltuk volna, hogy 6 év elteltével ugyanazokat a problémákat még súlyosabban fogják megélni a pedagógusok. Az esemény végén egy kerékpárt is feldaraboltak flexzel, mert ahogy fogalmaztak, egy olyan biciklit, amit már tolni sem lehet, nem érdemes egyben tartani. Ezzel utalva a jelenlegi oktatási rendszerre, amely helyett szerintük mindenképp újra lenne szükség.